Tatabánya három legrangosabb kitüntetését adták át a hétvégén a Jászai Mari Színházban. A Szabó Ignácról, a város első szociálisan is érzékeny orvosáról elnevezett díjat Szabó Andréné és dr. Kara Árnes vehette át. Nagyon-nagyon megtisztelő, hogy én kaphattam ezt a díjat. Igazán nem is tudok mit mondani, mert hogy szerintem még el kell tenni egy kis időnek ahhoz, hogy ezt úgy igazán végig gondoljam. Az Ezüstürüldíj kitüntetettje idén Jakab János lett, akinek élete elválaszthatatlan a labdarúgástól. Az egykori játékos a díjjal járó pénzösszeget felajánlotta a tatabányai utánpótlás további fejlesztésére. A díszpolgári címet idén a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész Revicki Gábor kapta, aki ünnepi beszédében a városhoz fűződő emlékeit is felelevenítette. Pusztán ismerettség és kapcsolataim révén 24 lovat vezettem, 24 kordély volt összekötve, és a Kajla nevű, az ott a kedvenc szóban, annak a hátán ülve fuvaroztuk a kiásott földet. Azért volt Kajla nyelven, mert az egyik lovász megcsavart a fiatal korában, az egyik fül az mindig így állt, és egyébként gyönyörű ló volt, és az volt a vezérló, azt hajlandóak voltak követni mindig a többiek is. Tehát nekem nagy gondom nem volt, csak oda vezessem, ahol kellett. Az ünnepi testületi ülésen a Bárdos Lajos vegyes kórus és a Kamara Filharmonikus zenekar lépett a színpadra.